egyik olyan belvárosi tér, ami elmaradt az elmúlt években. A Bécsi kapu téren és a környező utcákban folytatódnak a belvárosi fejlesztések, ezt jelentette be hétfőn Fekete Dávid. Az alpolgármester emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években előbb a Széchenyi, majd a Duna kapu tér szépült meg, most pedig a Bécsi kapu téren a sor. A város idén 900 millió forintot költ a fejlesztések első ütemére. Mind a Bécsi kapu tér, mind pedig a környező kis közök utcák felújítása el tud indulni idén 2016-ban, és reményeink szerint 2017-ben befejeződik. A felújítás maga érinti a Bécsi kapu tér teljes területét, érinti a Sarló közt, a Sarkantyú közt, a Szabad Sajtó utcát és az Aradi Vértanúk utca egy szakaszát is. Tehát látjuk azt, hogy valóban nem csak a tér, hanem a környező kis utcák is meg tudnak újulni, új burkolatot kapnak, új köz- és díszvilágítást fogunk kiépíteni. Komplex munka vár az útkezelő szervezetre, erről már annak intézményvezetője beszélt a tájékoztatón. Prédl Antal a fejlesztések ütemezéséről elmondta, ezen a héten a közműfelújításokkal indul a rekonstrukció, aztán kezdődik az átépítés. Ezek a kis közök, maga a tér, a térből egy kicsit kinézünk a Czechmeister utca irányába is. Itt elmegyünk egészen a hídnak a dilatációjáig, tehát a Czechmeister útnak az íve, a itt lévő óratorony körülötti tér is megújul, és hát az ágyú lejáró lépcsőig jut el ez a felújítás. A Bécsi kapu tér és a környező utcák természetes kőburkolatot kapnak, így esztétikus, igényes és időtálló felület jön majd létre. A fejlesztések révén egy egészen más millió valósulhat meg, mint korábban a Széchenyi és a Duna kapu téren. Mind a három tér, amiről beszélünk, Széchenyi tér, Dunakapu tér, Bécsi kapu tér, más-más milliójű, mindegyik történelmi hangot, legalábbis a Széchenyi tér és a Bécsi kapu tér egészen biztosan. Ide a Bécsi kapu térre egy kicsit barnább tónusú, kicsit melegebb színvilágú köveket választottunk a szakértőkkel közösen, tehát még inkább a történelmi hangulat fog dominálni itt a Bécsi kapu téren. Az átépítés és a felújítás egész évben tart, majd közben fokozatosan korlátozzák a zárt zónán belüli autós közlekedést. Az útkezelő türelmet kér az erre járóktól, a munkák idején ugyanis nehezebb lesz haladni a téren és környékén. A zárt gyalogos zónának a legfontosabb kiszolgáló része a Bécsi kaputéri beléptetőrendszer, tehát ennek egy nagyon erős forgalma van. Az építés alatt valószínűleg ezt szakaszosan is újra kell majd értékelnünk, de hát adott időben mindig majd tájékoztatjuk az itt érintetteket, hogy adott esetben hogyan, milyen módon lehet bejutni majd a zárt területre. A komplex felújítások jövőre is folytatódnak, akkor újabb 900 milliót költ az önkormányzat a Bécsi kapu térre és a környező utcákra. A fejlesztések valamikor 2017 második felében zárulnak, és sok meglepetést is tartogatnak. Így például szökőkút és új szobor is gazdagítja majd a vadonatúj belvárosi környezetet.